mutassa meg a csodálatos égboltot a járókelőknek. Ennek apropóján beszélgetünk az amatőr csillagászok munkájával Nagy Rihárddal és Csordás Péterrel. Sziasztok! Szervusz, szép estét! Szia. Na, honnan indult az égbolt iránti szerelem? Hogyan lettetek ti amatőr csillagászok? Hát igazából engem már nagyon régóta érdekelt ez a témakör, és körülbelül egy olyan 5 évvel ezelőtt sikerült eljutnom odáig, hogy ezt meg is valósítsam. Nálad hogyan indult ez a történet? Hát én is mondjuk olyan 20 éve eljártam ilyen csillagászati táborokba, eseményekre, és ott ismertem meg először amatőr csillagászokat, aztán beszereztem én is az első távcsövemet, de igazán úgy komolyabban csak pár éve kezdtem el foglalkozni vele, amikor megvettem már a második vagy a harmadik felszerelésemet, és mondhatni újra kezdtem az egész történetet. És azóta viszont már havi, heti rendszerességgel, és főleg hát a csoportunknak köszönhetően akár napi rendszerességgel is beszélgetünk erről, és hát végezzük az észleléseket. Most a csoportról még fogunk beszélgetni, de megragadta a figyelmet azt, hogy azt mondod, hogy meg is valósítsad. Mi az igazából, amit az amatőr csillagászok végeznek? Mi az a munka? Tehát gyakorlatilag hogyan lehet elválasztani a hivatásos profi csillagászattól? Tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy annyira sokban nem különbözünk a szakcsillagászoktól, csak nekünk nincs meg a hivatalos végzettségünk. Nekünk ez inkább szabadidős kikapcsolódás, időtöltés, viszont ez azzal is együtt jár, hogy bizony néha akarva, akaratlanul találunk olyan dolgokat, amik esetleg a szakcsillagászok figyelmét a korábbiakban elkerülték. Erre volt már példa nem egyszer. Magyarok, külföldiek egyaránt, igazából ezt úgy gondolom, hogy talán az egyik legkomolyabb olyan elfoglaltság, ami nagyban összefügg az amatőrök és a szakcsillagászok munkája. Akár mi magyarok is értünk el az amatőr csillagászat területén olyan eredményeket, amiket nem biztos, hogy a hivatásosok? Igen, abszolút. Nem is tudom, te említetted, Ricsi, hogy nem is tudom, tavaly a változó csillagok területén volt egy komolyabb felfedezése valakinek, de mondjuk a változó csillagoknál akár évente is többször fedeznek föl újabb csillagokat. Hát más területen kicsit lassabban jönnek az amatőr eredmények, de azért jó pár évente egy-egy új objektumot még ma is felfedeznek. Talán ott gyakoribb a dolog, amik ilyen ritkább, tehát amik időszakosan jönnek, például egy-egy új üstökösnek a felfedezése, vagy egy-egy meteor becsapódás, nem is tudom, most télen volt az, hogy egy amatőr csillagász a holdfogyatkozás alatt egy becsapódást észlelt, és az fölkeltette mindenkinek az érdeklődését. Pár éve volt, hogy valaki a Jupiter észlelése során szintén egy üstökös becsapódást észlelt, az is egy nagy szenzáció volt. És hát ilyen eredmények azért bebecsúsznak véletlenszerűen az amatőröknél is. Mert hogy ez azért van, ez csak egy elképzelés, mert hogy a szakcsillagászok nagyon egy területre fókuszálnak, egy valamit kutatnak, itt már kicsit nagyobb a szabadságfaktor, hogy mi az, amit az ember figyel. Igen, ez pontosan így van, mert ugye amíg a szakcsillagászok akár hónapokig, évekig is egyetlen területre koncentrálnak, addig nekünk ugye amatőröknek megvan az a szabadságunk, hogy egyetlen este alatt akár az egészeget is be tudjuk barangolni, akár fotografikusan, akár vizuálisan, és így eléggé minimális dolog van, ami mondjuk elkerülheti a figyelmünket, és egész más szemmel nézzük. Tehát mi próbálunk minél több mindent meglátni abban a néhány órában, amit kint tölthetünk a szabad ég alatt. Igen, meg több ezer amatőr kémleli az eget minden este szerte a világban, és hát előbb-utóbb valami csak becsúszik valakinek. Köszönöm, többet lát koncepció. Mi a helyzet akkor, hogyha vannak még ilyen szemek, akik szeretik kémlelni az eget Magyarországon, és nem tudják, hogy hogyan kezdjenek neki, hogy amatőr csillagászokká váljanak ők is? Ugye említetted már ezt a csoportot, lehet esetleg csatlakozni hozzátok?
Abszolút. Tehát van a Magyar Csillagászati Egyesület, ahová bárki betérhet, ez a Polaris csillagvizsgálóban érdemes őket fölkeresni, de online is fölkereshetnek minket a MatchNet nevű Facebookos csoportban, ahol szinte bármilyen területre találnak partnert, segítőt, mentort, aki tovább viheti az adott érdeklődőt a megfelelő irányba. Érdemes tehát csatlakozni, hogyha valakit érdekel ez a téma, ez a terület. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és mindezt elmeséltétek nekünk. Mi köszönjük a meghívást és a lehetőséget. Most zenével folytatjuk. Majd